Varga Zoltán a stúdióban, jó reggelt kívánok, Székely Sándor, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Előbbi a DK-tól, utóbbi pedig az ISZOM-tól. Remélem nem sértettem meg azzal, hogy némi iróniával azt mondtam, hogy már-már sajnáljuk Önt, hogy így járja az országot. Biztos elkapott már a cipője, és hogyha kell, akkor gyűjtünk majd új cipőre, hogy legyen miben járni még. Gyűjteni nekem nem kell, nem de kell. Már egyébként egy cipő valóban elkapott, mert az aszfalt az olyan meleg volt, hogy egész egyszerűen tönkre ment az egyik cipőm. De sajnálni egyáltalán nem kell, mert hát fantasztikus nagy élmény számunkra. Ez jó, de ez most egy kicsit ez a hír, hogy az Emilyvel, bocsánat, hogy a szabába vágtuk, csak hogy Emilyvel most... Mondjad. Hogy most mi bizonytalanok vagyunk abban, vagy én gondolom... Én nem tudom, miben vagy bizonytalan. Akkor mindjárt mondom, hogy olyan volt ez a hír, mintha tényleg gyalog járna egyik településről a másikra, tehát nem használna autót, biciklit, tömegközlekedést. Én minden nap gyalogolok egy 15-20 kilométert települések között, településeken, és alapvetően igyekszek autóbusszal, illetve vonattal tömegközlekedéssel menni. Van egy kísérő autóm, amikor a hosszabb távra át kell menni egyik megyéből a másikba, természetesen ezt igénybe veszem, de alapvetően ugye a túra végére, ugye szeptember 11-ig fogok menni, egy két hét szünettel, egy olyan benne lesz a lábamban egy ilyen 1500-2000 Ez egy picit nem koppintás, ugye volt az MSZP-nek ez az éhségmenete? Hát rengeteg menet volt már. Nézze, mi azért kezdtük el ezt az országjárást így, hogy ugye Magyarországon ezek a kis települések, ugye 3200 település van, 144-10 000 fő feletti, és az összes többi az 10 000 fő alatti, pár ezer fős települések, és ezeket a településeket az elmúlt 30 évben a magyar politika színektől függetlenül nagyjából magára hagyta, cserben hagyta. És én azt gondolom, hogy én ezzel az országjárással egy gesztus szeretnék tenni ezek felé, az emberek felé, hogy igenis, mi elmegyünk hozzá, nem mind a 3000 településre természetesen, de azért igyekszünk nagyon sok kis településre eljutni, gyalog, mert tudjuk, hogy nekik elképesztő egyébként néha már a falvakból kijutni is, ugye, és hogy hát mi ezzel jelezzük, hiszen mi vagyunk az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, hogy mi szolidárisak vagyunk az ő problémáikkal. Aztán kérjük Varga Zoltánt, hogy kapcsolódjon be, de ugye ezt a nettó 250 000-es minimálbért, ezt már említettük, de tovább is van, mert hogy szeretnék a nyugdíjakat 50 000 forinttal emelni, és a családi pótlékot gyermekenként 50 000-rel. Ez így egy van. Picit ilyen hasraütésszerű összegek ezek. Most a családi pótlékot minden ellenzéki párt mondja, hogy emelni kell, de nem 50 000-re, és a nyugdíjakat is hogyan az, hogy 50 000-re, és miért egységesen, miért nem az alacsony nyugdíjakat. Ez inkább olyan, mintha egy ilyen ellenzéki licit lenne, és az ISZOM azzal próbálna nyilvánosságot szerezni, hogy a legnagyobbakat ígéri. Hát, hogy mondjam, én nem gondolom, hogy mi licitálnánk, hiszen ezt a témát mi kezdtük el 2020. március 6-án, amikor megalakultunk. Addig a magyar közleményben ezek a témák nem voltak. Vagy nem nagyon. Ilyen összességében és ilyen erőteljesen, hogy itt változtatni kell a béreken és a szociális utatásokon, én azt gondolom, hogy ezzel még nagyon erős témát hoztunk be. Fő témaként. Mi csak erről beszélünk, bár van egy 82 pontos Igen Szocializmus programunk. És igen, tehát én szerintem ki kell menni a boltokba, és meg kell kérdezni az embereket, hogy mennyiből lehet megélni Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ha lehet kétszobás lakást 40-45 millióért, nem csak Budapesten, hanem vidéken is, nagyvárosokban, akkor talán a fizetések is lehetnek olyanok, amiből ezeket talán meg lehetne venni. No, most már jó pár percet, ugye, vagy jó pár perc elment az adásból, de Varga Zoltán már közben azért ingatta a fejét. Igen, egy picit kétségbe is voltam esve, hogy a végén nem kapok szót, azt azért látjuk, és nyilván igaza van Székely képviselő úrnak, képviselőtársamnak abba, hogy ugye mindenki a maga lovát dicséri. De azért ne felejtsük el, hogy valóban egyrészt a többi párt és a demokratikus koalíció az, akinek már nagyon régóta készen van a programja. A mi programunk, mondhatnám azt is, hogy álló csillag a magyar politika égén, hiszen évek óta azt mondjuk, hogy a sokak Magyarországa az, amit mi szeretnénk, hogy megjelenjen különben. És hogyha a nyugdíjemeléseknél tartunk, ezt nem a pártok találták ki, ezt a nyugdíjasok mondják. A nyugdíjasok érzik a pénztárcájukon, hogyha elmennek a piacra, mert látjuk azt, hogy különösen most mekkora az infláció. Mi a nyugdíjemeléssel kapcsolatban, az európai minimálnyugdíjjal, az európai minimálbéreket? Tudjuk azt nagyon jó, hogy Dobrev Klárának milyen szívügyei vannak, hogy a társadalmat fel kell zárkóztatni. Én azt hiszem, igaza van Székely képviselő úrnak abban, hogy tenni kell ezért a dologért, de az, hogy
ők lennének az egyedüliek, akik ebben a kérdésben megnyilatkoztak, én ezt azért egy barokkos túlzásnak érzem, nincs ezzel semmi baj. Mindenki teszi a dolgát, én nagyon örülök annak különben, hogy a politikai pártok vezetői felismerték azt, hogy le kell menni az emberek szintjéig. A Fidesz ezt nem teszi meg. Tehát látjuk, hogy a Fidesz az csak szlogenek szintjén politizál, semmi más nem fontos számára. Az ellenzék felismerte azt, hogy meg kell keresni az embereket, meg kell hallgatni a véleményüket, nem nemzeti konzultálni kell velük, hanem valóban azokat a kérdéseket kell elővenni, ami feszíti a magyar társadalmat, és rengeteg ilyen van. Hát beszélnék még egy picit, bocsánat erre a nyugdíj dologra, mert én azt gondolom, hogy itt hogyan, több százezer ember kap 100 000 forint alatt nyugdíjat, és még nagyon-nagyon sok ember, tehát még szintén sok százezer ember kap alig 100 000 forint fölött nyugdíjat. Magyarországon rengeteg az egyedülálló nyugdíjas egyébként, tehát itt milliós számokról beszélünk. Vidéken egyébként, tehát ilyen kis településeken meg még sokkal elborzasztóbb szituációkban is, öregségi nyugdíjakról már ne is beszéljünk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy muszáj itt egy drasztikus lépés, amit az elmúlt 10-12 évben egész egyszerűen nyugdíjak elveszítették. Hát igen, a legtöbb ellenzéki párt ugye most már régóta azt mondja, hogy ezt a bizonyos Svájc indexálást kellene visszavezetni. Menjünk tovább. Ugye Emília itt a pultnál említette azt, hogy az IDEA intézet legfrissebb felmérése szerint ez a bizonyos olló, ugye a kormánypárti meg az ellenzéki összefogás között jelentősen elolvadt. Lehet, hogy rossz napjuk lesz akkor így a mai naptól kezdődően, mert ugye csak 1%-kal vezet az ellenzéki összefogás a kormánypárt előtt. Ez mennyire gondolkodtatja el önöket? Nézze, elsősorban is ez egy picikét olyan, mintha most az ebédöntőn az első pár perc után arról beszéltünk volna, hogy az angolok győzni fognak. De hát ugye tudjuk nagyon jól, hogy a meccsnek akkor van vége, amikor lefújják, és nem akkor, amikor Orbán Viktor gondolja, hogy majd ő fújja le. Tehát én nem látok ebbe semmi kivetnivalót. Nyilvánvaló módon a magyar társadalom jó része most felszabadult, hiszen kinyitott az ország. Látjuk azt, hogy nagyon sokan ezt egyfajta győzelemként élik meg, a politikai erők, különösen a kormánypárti politikai erők nagy része ezt különben annak is veszi, és nyilván ez egy picit befolyásolja a hangulatot is, de láttuk, hogy tavaly is ugyanez volt, és utána sajnos újra megjelent közöttünk a vírus, én nem akarom az ördögöt a falra festeni, ez egy másik kérdés. Az, hogy állnak most az ellenzék és a kormánypárt a matematika nyelvén, az egy dolog, és más az, ha kimegyünk az utcára és megkérdezzük az embereket. Jó, de hát taktikailag nagyon fontos az, amire az IDEA intézet kutatói felhívják a figyelmet, hogy akkor van esélye az ellenzéki együttműködésnek a győzelemre, hogyha a parlamenten kívüli kisebb pártok, amelyek nem álltak be ebbe a szövetségbe, azok nem tudnak szavazatot elvinni, és akkor itt némi érdekellentét van önök között, mert hogy az ISZOM nincs benne ebbe az együttműködésbe, de pontosan tudjuk, hogy lehetnek szavazókörök, ahol pár 10 vagy pár 100 szavazat fog eldönteni mandátumokat. Igen, kettő dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy az IDEA intézet egyébként azt, hogyha így jól láttam itt útközben, mert nyilván én állandóan úton vagyok, hogy itt a törzsbázis, tehát a biztos szavazók bizonytalanodtak el egy picit, és én szerintem ennek két oka van az ellenzéknél, és ennek szerintem ennek két oka van. Egyrészt volt ez a június 15-i szavazás, ez az LMBTQ emberek összemosása a pedofil törvény által, ahol ugye a Jobbik ezt megszavazta, és ugye én szavaztam egyedül nemmel, és a többi ellenzéki párt itt kimaradt. Tehát gyakorlatilag a Jobbik együtt szavazott a Fidesz-szel. Szerintem ez sok mindenkit azért elbizonytalanított. A másik pedig nyilván megy az előválasztás, és ott történnek a pártok között teljesen természetes módon sérülések, belső harcok, nyilván ez sem segít jól. De ez nekünk biztos, hogy nem öröm. Mi azt szeretnénk, hogy itt ne Orbán Viktor legyen, mi azt szeretnénk, hogy itt egy normális ország legyen, az emberek elmennek dolgozni, megkapják a bérüket, ez nyilvánvalóan ebben a Orbán Viktor által vezetett országban nem lehet. Én csak azt akarom mondani, hogy mi nem vagyunk benne az előválasztásban, egyébként ez nem rajtunk múlott, de természetesen, hogyha végre lesz egy miniszterelnök jelöltje az ellenzéknek, meg egységes program, meg a jelöltjei, mi továbbra is nyitottak vagyunk a tárgyalásra. Nagyon nehéz képviselő úr szavába vágni. Annyit azért hagyd tegyek hozzá, hogy ez szegény DK-sok, jaj, ez azért valahol teljesen természetes, hiszen most egyfajta versengés van az ellenzéki pártok között. Szemmel látható, hogy egyre magasabb a politikai hőmérséklet, és ezt különben a Fidesz is érzékeli, hiszen én még soha nem láttam Kósa Lajost plusz 40 fokba kint az utcán
kampányolni, most pedig kínál ő is az utcán, tehát érzi, hogy valahol ez mégiscsak egy olyan... Az imént meg azt mondta, hogy a Fidesz nem megy le az emberek szintjére, hát lám-lám. Az teljesen más a kettő, erről majd hosszasan tudunk egyszer beszélgetni. Tehát az, hogy esetleg miért érdekes ez az emberek számára, vagy miért látják azt, hogy sokan, hogy elbizonytalanodnak, végül is csak azért, mert ugye ez a zsizsegés, ez a picit felfokozott politikai hangulat, ami most az ellenzéki pártok között van, ez sok mindenkit talán elriaszt. Amikor majd túl leszünk az előválasztáson, és kialakulnak azok az ellenzéki választókörzetekben az ellenzéki jelöltek, és mindenki mögéjük áll, akkor teljesen tisztulni fog a kép, el fog indulni maga az a kampány, ami meg fogja mutatni, hogy milyen erő van az ellenzékben. Én nagyon bízom benne különben, hogy az emberek egyrészt várják azt, hogy ez megtörténjen, másrészt pedig értő módon mögé fognak állni az ellenzéki jelölteknek, és hát tudjuk nagyon jó, hogy az egy elleni kampány vagy választás a Fidesz számára a halált, politikai halált jelenti. Nem tudom, menjünk tovább, menjünk, mert van egy összefoglaló anyagunk. Kicsit más perspektívából nézzük a dolgokat, mert hogy az Orbán Viktornak megint foglalkozott a CNN a gyerekvédelmi törvény után. A tévétársaság az Európai Unió és a Fudan Egyetem kapcsán írt Orbán Viktorról egy vezető anyagot. A CNN cikke bemutatja a Fudan Egyetem tervét és a ráérkezett kritikákat is. Most erről egy rövid összefoglaló, aztán folytatjuk. Vezető anyagban foglalkozott a CNN hírportálja a kínai Fudan Egyetem budapesti kampuszának kormányzati tervével és a választásra készülő ellenzékkel. Az írás felidézi az elmúlt évek magyarországi tüntetéseit, amelyeket a szabadságjogok csorbítása miatt szerveztek, de megjegyzi azt is, hogy a jobboldali Fidesznek Budapesten kívül nincs komoly kihívója. A CNN jelenleg Karácsony Gergelyt tartja a legesélyesebb ellenzéki miniszterelnök jelöltnek. A főpolgármester erre úgy reagált, megtiszteltetés számára, hogy a változás egyik vezető személyiségeként tartja számon a nemzetközi sajtó. Az elkötelezett szavazók fogják a közben az IDEA intézet kutatásából az derül ki, hogy csökkent a közösen induló ellenzéki pártok támogatottsága a választókorú népesség körében. A felmérés szerint azonban a közös lista még így is megelőzi a kormánypártokét, igaz, már csak 1%-kal. Ugye együtt néztük közben a bejátszót, és arról beszélgetünk, hogy egyrésztről a Fudan az mennyire fontos téma, és ehhez képest tényleg azért egy kicsit lekerült a napirendről. Másrésztről viszont, amit a CNN anyaga is kiemel, hogy azért itt a vidéki és a kisebb települések szavazói fogják eldönteni a választást, és ott nem áll jól se Dobrev Klára, se Karácsony Gergely, se az ellenzék. Nyilván ezért járnak most országot folyamatosan, de mik a tendenciák? Nyilván itt mindenki a maga szemüvegén vagy szemszögéből látja a világot, én is. Én debreceni vagyok. Egy borzasztó sikeres Dobrev fórumon vagyunk túl. És azért ne felejtsük el, hogy Debrecent a Fidesz szereti a Fidesz őrvárosoként, sőt most már notabene a Fidesz fővárosaként, alternatív fővárosaként bemutatni. És ez a Debrecen, amely ugye elvileg bigottan fideszes város, több mint 1500 olyan, mondhatnám azt is, hogy ellenzéki DK-s szavazót mozdított meg, aki a debreceni fideszes ellenszél ellenére is eljöttek, ott voltak, meghallgatták Klárát, egy nagyon-nagyon jó hangulatú és igazán kedves fórumon vagyunk túl, úgy, hogy különben, bár tudtuk azt, hogy a Fidesz mozgósítani akar erre a fórumra, összesen egyetlen egy szegény, és mondjuk azt, hogy hát remegő kis emberkét sikerült nekik találni, valószínűleg pénzért, aki egy táblát mutatott fel. Tehát ez azért mégiscsak azt mutatja, hogy az ellenzéknek bizony-bizony vidéken is van ereje. Még egy olyan város. Debrecen még mindig nagyváros, tehát mi van a kisebb településekkel? Erről én azt hiszem, hogy elég pontos képet tudok mondani. Szerintem a kis településeken ez egyszerűen tényszerűen nem igaz, hogy ott csak Fidesz szavazók lennének. Én most rengeteg olyan településen voltam, akár pár száz fős, vagy pár ezer fősön, ahol nagyon sokat beszélgettünk az emberekkel. Persze, voltak fideszesek is, de egyrészt rengetegen jönnek aláírni, hogy legyen 250 000 forint a minimálbér, de hogy borzasztóan elégedetlenek. És én ezt nagyon komolyan mondom, ott igenis, hogy van potenciál az ellenzéknek. Az egy más kérdés, hogy ezekben a kis falvakban
ugye nyilván sokkal nagyobb munka, mint akár egy Debrecenben, vagy a megyeszékeken elérni őket, az is egy komoly munka egyébként, de ezeket a kis településeken ott lenni, ezekkel az emberekkel ott hálózatot építeni, az bizony egy nagyon komoly munka, erre az ellenzéknek biztos, hogy nagyon rá kell feküdnie, mi egyébként ezt is tesszük, nem véletlenül járok én természetesen ezekben a településekben, és én azt gondolom, hogy ott van potenciál, hát dolgozni kell, nagyon sokat kell dolgozni. Nem csak még Varga urat kérdeztük volna, csak nagyon kevés, 40 másodpercünk maradt, hogy ugye azt mondják, hogy cserbe hagyta a kormány azokat az embereket Magyarországon, akik kínai vakcinával lettek beoltva. Mi lenne itt a megoldás? Ez egyértelműen látjuk a tendenciát, ami a világon a kínai vakcinával oltottakkal szemben most kialakul. Egyrészt nagyon sok ország ismeri fel és vezeti be, hogy harmadik oltást is kell adni, másrészt pedig az antitestvizsgálatokat indítják el. Mi ezt nagyon régóta kérjük a kormánytól. A kormány befogja a fülét, behunja a szemét, és nem mer, nem akar foglalkozni ezzel a témával, holott tudjuk azt nagyon jól, hogy Magyarországon is rengeteg ilyen vizsgálat támasztja azt alá, hogy a kínai vakcinával oltottak nagy része bizony nem rendelkezik kellő. Főleg az idősebb embereknek a körében. Ennek pedig nagyon-nagyon szörnyű következményei lehetnek. Azért ne felejtsük el, hogy Orbán Viktor mind a két csatáját elveszítette, akár az átoltottsággal, akár pedig a halálozások számával, vagy számát tekintve. Tehát... Pantomi mesnek is elmehetnél, ahogy jelzett, hogy lejárt az időnk. Hát, köszönjük szépen, hogy itt kezdtek reggel. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.